Kertész Imre, Sorstalanság, első fejezet. Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakéreckedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé iparkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak. Még azt is hozzátette, igyekezzem, mert szükség lehet rám. Tulajdonképp ezért is kért el az iskolába. Vagy azért, hogy maga mellett lásson ezen az utolsó napon, mielőtt elszakadt hazulról, mert ezt is mondta, bár igaz, máskor. Anyámnak mondta, úgy emlékszem, amikor reggel felhívta a telefonon. Tudni, hogy csütörtök van, és ilyenkor meg vasárnap szigorúan véve anyámnak jár a délutánom. De apám a tudtára adta, Gyurkát ma nem áll módonban átengedni hozzád, és akkor ezzel indokolta. Bár meg lehet mégse kissé, álmos voltam ma reggel az éjszakai légiriadó következtében, és talán nem jól emlékszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy mondta, ha nem anyámnak, akkor másnak. Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rá mit. Azt hiszem meg is neheztelt rám, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele. Apám jelenléte miatt is végre is ma az ő kedvét kell néznem. Mikor már induló félben voltam hazulról, még most a anyám is intézett néhány bizalmas szót hozzám az előszobában négy szem közt. Azt mondta, reméli, hogy ezen a számunkra oly szomorú napon az én megfelelő viselkedésemre is számíthat. Nem tudtam, mit mondhatnék erre, és nem is mondtam semmit, de talán félre magyarázhatta a hallgatásomat, mert akkor mindjárt olyasféleképp folytatta, hogy nem az én érzékenységemet akarja érinteni ezzel az intelmével, ami tudja, úgyis fölösleges. Mert hiszen nem kétli, hogy 15. esztendőmben járó nagyfiú létemre magamtól is képes vagyok felfogni a bennünket ért csapás súlyosságát. Így fogalmazta. Bólintotta. Láttam be is éri ennyivel. Egy mozdulatot is megindított én felém a kezével, és már attól féltem, hogy talán meg akarna ölelni. De aztán mégse tette, hanem csak mélyen felsóhajtott, hosszú, reszketeg lélegzettel. Észrevettem, hogy a szeme is megnedvesedik. Kellemetlen volt. Azután elmehettem. Az iskolától az üzletünkig gyalogosan tettem meg az utat. Tiszta, langyos reggel volt ahhoz képest, hogy még csak tavasz első eleje van. Kis gombolkoztam volna, de azután meggondoltam, a könnyű ellenszélben még visszacsapódhatnék a kabátom szárnyas, eltakarná a sárga csillagomat, ami nem volna szabályos. Egy némely dologban most már körültekintőbben kell elejárnom. A fapincénk itt a közelben egy mellékutcában van. Meredek lépcső visz le a homályba. Apámat és mostohanyámat az irodában találtam. Szűk, akváriumszerűen kivilágított üvegkalicka mindjárt a lépcső tövében. Sütő úr is velük volt, akit még onnan ismerek, hogy valaha mi alkalmazásunkban állt, mint könyvelő, meg annak a másik szabad ég alatt levő raktárunknak a kezelője, amit közben már meg is vásárolt tőlünk. Így mondjuk legalábbis. Sütő úr ugyanis, mivel fai tekintetben ünéki teljesen rendben a színája, nem visel sárga csillagot, s az egész csak komolyan üzleti csálfogást tulajdonképpen, ahogy én tudom, hogy örködhessen az ottani javainkon. Na meg, hogy ez alatt a bevételről se kelljen egészen lemondanunk. Egy kicsit azért máshogy köszöntem neki, mint valamikor régebben, mert hát bizonyos értelemben mégiscsak fölibénk kerekedett. Apámék is figyelmesebbek vele. Ő viszont annál inkább ragaszkodik hozzá, hogy apámat továbbra is főnök úrnak, mostohanyámat meg drága nagyságos asszonyomnak nevezze, mintha semmi se történt volna,
és a kis csukut sem ulasztja el nála soha. Engem is a régi tréfálkozó hangján fogadott, a sárga csillagomat észre se vette. Utána ott maradtam, ahol voltam az ajtó mellett állva, ők meg folytatták, amit a jöttöm miatt abba hagytak. Úgy néztem, épp valami tárgyalásukat szakíthattam félbe. Először nem is értettem, miről beszélnek. Egy pillanatra a szemem is lehúnytam, mert kissé még káprázott az odafönti napsütéstől. Az alatt apám mondott valamit, mire kinyitottam sütő úr, barnás színezetű kerek arcán, a keskeny bajuszkával meg a kis hízaggal az előső két széles fehér foga között mindenütt sárgás-vörös napkorongok ugráltak, mint fölfakadó kelések. A következő mondatot megint apám mondta, s valami áruról szólt benne, amit legjobb volna a sütő úr rögtön magával is vinne. Sütő úrnak nem volt kifogása, arra az íróasztal fiókból apám egy csomagocskát szedett elő, selyempapírba burkolva és zsineggel is átkötve. Akkor láttam csak, hogy milyen áruról is van szó tulajdonképpen, mivel a lapos formájáról mindjárt ráismertem a csomagra. A doboz volt benne. A dobozban meg a fontosabb ékszereink is elfélék vannak. Sőt, azt hiszem, egyenesen én miattam hívták árunak, nehogy ráismerjek. Sütő úr mindjárt az irattáskájába sűjjesztette. Utána viszont egy kis vita kerekedett közöttük. Sütő úr ugyanis elővette a töltőtollat, s mindenképp elismervényt akart adni apámnak az árból. Soká makacskodott, bár apám mondta néki, hogy ne gyerekeskedjen meg, hogy kezdtünk, nincs szükség ilyesmire. Úgy vettem észre, sütő úrnak igen jól esett ez. Mondta is, tudom én, hogy megbízik bennem főnök úr, de hát a gyakorlati életben mindennek megvan a maga rendje és formája. Még most a anyámat is segítségül hívta. Nem igaz, nagyságos asszonyom? De ő fáradt mosolya az ajkán. Olyasmit mondott csak, hogy teljesen a férfiakra bízza ennek a kérdésnek a megfelelő rendezését. Kissé már eluntom a dolgot, mire végül mégiscsak eltette a töltőtollát, akkor meg az itteni raktárunk ügyén kezdtek rágódni, hogy mit is tegyenek a benne levő sok deszkával. Hallottam, apám úgy vélte, sietni kell, mielőtt még a hatóság esetleg rátenni a kezét az üzletre. S fölkérte sütőrat, legyen mostoha anyám segítségére ebben a dologban az ő üzleti tapasztalataival és szakértelmével. Sütő úr mostoha anyámhoz fordulva mindjárt kijelentette, magától értetődik, nagyságos asszonyom. Hiszen úgyis állandó kapcsolatban leszünk az elszámolások miatt. Azt hiszem, a nála levő telepünkről beszélt. Nagysoká végre búcsúzkodni kezdett. Hosszan elborult arccal rázogatta apám kezét. Mind a mellett úgy vélte, hogy ilyen percben nincs helye a sok beszédnek, és ezért egyetlen búcsúszót kíván csak apámnak mondani ezt, a mielőbbi viszontlátásra, félnek úr. Apám egy kis ferde mosolya felelte neki, reméljük úgy lesz, sütő úr. Ugyanakkor mostoha anyám kinyitotta a táskáját, egy zsebkendőt emelt ki onnan, és egyenesen a szeméhez vitte. Torkában különös hangok bugyogtak. Csönd lett. És nagyon kínos volt a helyzet, mivel olyan érzésem támadt, hogy nekem is tennem kéne valamit. De hirtelen ért az esemény, nem jutott semmi okos az eszembe. Láttam, sütő urat is veszélyezi a dolog, de nagyságos asszonyom így szólt, nem szabad. Komolyan nem. Kissé ilyetnek látszott. Lehajolt, rájtette szinte a száját mostoha anyám kezére, hogy elvégezze rajta a szokásos késcsúkját. Utána mindjárt az ajtó felé iramodott, alig maradt annyi időm, hogy félreugorjam előle. Tőlem el is felejtett elbúcsúzni. Miután kiment, még hallottuk egy ideig a nehéz járását a lépcsőfokok deszkáján. Valamennyi hallgatás után apám ezt mondta. No hát, ennyivel is könnyebbek lettünk. Amire mostoha anyám kicsikét fátyolos hangon még megkérdezte, nem kellett volna apámnak mégiscsak elfogadni azt a bizonyos nyugtát sütő úrtól.
De apám azt felelte, hogy egy ilyen nyugtának semmiféle gyakorlati értéke nincs. Azon túl, hogy még veszélyesebb is volna rejtegetni, mint akár a dobozt magát. És elmagyarázta néki, most mindent egyetlen lapra kell feltennünk, mégpedig arra, hogy teljes mértékben megbízunk Sütő úrban. Annál fogva, mivel hogy egyéb megoldás a mi számunkra jelenleg amúgy sincsen. Arra mostohányan elhallgatott, de aztán megjegyezte, hogy bár igaza lehet apámnak, ő valahogy mégis biztosabban érezné magát egy nyugtával a kezében. Viszont nem volt képes kellően megmagyarázni, miért. Akkor apám sürgette. Lássanak már neki a rájuk váró munkának, mivel amint mondta, az idő halad. Az üzleti könyveket akarta ugyanis átadni néki, hogy nélküle is eligazodhasson bennük, és hogy az üzletnek ne kelljen megállnia azért, amiért ő a munkatáborban lesz. Közben még velem is váltott pár futószót. Kérdezte, simán elengedtek az iskolából, és így tovább. Végül mondta, ülj csak le, és viselkedjem csöndesen, amíg ők mostohanyámmal el nem végzik a dolgukat a könyvekkel. Csak hogy ez sokáig tartott. Egy ideig próbáltam türelmeskedni, és apámra iparkodtam gondolni, pontosabban arra, hogy holnap elmegy, és valószínű soká nem fogom látni azután. De valamennyi idő múlva belefáradtam ebbe a gondolatba, és akkor, mivel semmi egyebet se tehettem apámért, unatkozni kezdtem. Az üldögélés is nagyon elfárasztott, és csak azért, hogy valami változás történjen, felálltam, és vizet ittam a vízcsapból. Nem szóltak semmit. Később egyszer a deszkák közé is hátra mentem kis szükséget végezni. Mikor visszajöttem, kezet mostam a csömpek agylójú rozsdás mosdónál, majd utána kicsomagoltam az iskolatán a táskámból, és megettem az uzsonnámat, és végezetül újra vizet ittam rá a csapból. Nem szóltak semmit. Visszajöttem a helyemre. Aztán rettentően unatkoztam, még nagyon sokáig. Már dél is megvolt, amikor feljöttünk az utcára. Megint káprázott a szemem, most meg a világosság bántotta. Apám soká bajlódott a két szürke vaslakat zárjával, már az volt az érzésem szándékosan. A kulcsokat utána mostohanyámnak adta, mivel ő néki többé már nem lesz szüksége rá. Onnan tudom, mert mondta. Mostohanyám kinyitotta a táskáját, féltem megint a zsebkendő miatt, de csak a kulcsokat sűjesztette belé. Nagy sietve útnak eredtünk. Először azt hittem haza, de nem, előbb még bevásárolni mentünk. Most a anyámnak egész terjedelmes listája volt arról, mi mindenre lesz szüksége apámnak a munkatáborban. Egy részét tegnap már be is szerezte. A többinek viszont most kellett még utána járnunk. Egy kicsit kényelmetlen érzés volt velük mennem így hármasban, és mindhármunkon sárga csillag. Ha egyedül vagyok, a dolog szórakoztat inkább. Velük együtt viszont szinte már feszélyezett. Nem tudnám megmagyarázni, miért. Később azonban már nem ügyeltem erre. Az üzletekben mindenütt sokan voltak, kivéve abban, ahol a hátizsákot vettük, itt csak mi voltunk a vevők. A levegő egész át volt itatva a preparált vásznak orrcsavaró szagával. A boltos, elságult kis öregember, de villogó műfogsorral és könyökvédővel az egyik karján, meg a kövér felesége igen szívélyes volt hozzánk. Sokféle árucikket halmoztak elénk a pultra. Megfigyeltem, hogy a boltos fiamnak hívja az öregasszonyt, és mindig őt szalajtja a cikkekért. Ismerem különben az üzletet, mert közel esik a lakhelyünkhöz, de ide bent még nem jártam. A féle sportüzlet tulajdonképpen, bár egyebet is árusítanak. Legújabban még saját gyártású sárga csillag is kapható náluk, mert hát sárga kelmében most persze nagy a hiány. Ami nekünk kellett, arról mostohanyám még idején gondoskodott. Ha jól látom, az a találmányuk, hogy valami kartonlapra van ráfeszítve a szövet, és így persze csinosabb, no meg a csillagok szára sincs olyan nevetséges módon elszabva, mint hogy némelyik otthoni készítményen látni. Észrevettem, hogy nekik maguknak is a saját portékájuk díszlik a mellükön. És
És ez olyan volt, mintha csak azért viselnék, hogy kedvet csináljanak hozzá a vásárlóknak. De már jött is az öreg asszony az árukkal. Még előbb történt, hogy a boltos megkérdezte, szabad-e érdeklődnie, vajon munkaszolgálathoz végzünk-e beszerzést. Most a anyám mondta az igent. Az öreg szomorúan bólintott. Még az elaggott, májfoltos két kezét is fölemelte, és egy sajnálkozó mozdulattal roskasztotta vissza maga elé a pultra. Akkor mostohanyám említette neki, hogy hátizsákra volna szükségünk, s megtudakolta, van-e? Az öreg habozott, s utána azt mondta, az önök számára lesz. A feleségének meg odaszólt, fiam, a raktárból hozza az úrnak. A hátizsák rögtön meg is felelt. A boltos elszalajtotta a feleségét még néhány egyéb tárgyért is, amit véleménye szerint apám nem nélkülözhet ott, ahová megy. Általában igen tapintatosan és együttérzően beszélt hozzánk, s lehetőleg mindig elkerülte, hogy a munkaszolgálat kifejezést kényszerüljön alkalmazni. Csupa haszna vehető holmit mutatott, légmentesen elzárható ételt, csajkát, zsebkést, sokféle szerszámmal a tokjában, oldaltáskát, s így tovább, amiket, mint említette, keresni szoktak nála hasonló körülmények között. Mostoha anyám a zsebkést is megvásárolta apámnak. Nekem is tetszett. Mikor aztán mindent beszereztünk, a boltos odaszólt a feleségének, kassa! Amire az öregasszony fekete ruhába bújtatott lágy testével nagy nehezen benyomakodott a kasszagép és egy kipárnázott karosszék közé. A boltos egészen az ajtóig elkísért. Ott azt mondta, hogy legyen máskor is szerencsénk. Majd bizalmasan apámhoz hajolva, halkan még hozzátette. Úgy, ahogyan mi gondoljuk, uraságod meg én. Most végre már csak ugyan hazafelé tartottunk. Egy nagy bérházban lakunk a tér közelében, ahol a villamos megálló is van. Már az emeleten jártunk, amikor mostoha anyámnak eszébe jutott, elfeledte beváltani a kenyérjegyet. Nekem kellett visszamennem a pékhez. Egy kis sorálás után jutottam csak be az üzletbe. Először a szőke, nagymellű feleséghez kellett járulnom, ő vágta le a kenyérjegy megfelelő kockáját, s aztán tovább a pékhez, aki a kenyeret mérte. Nem is felelt a köszönésemre, mivel a környéken köztudott dolog róla, hogy nem szíveli a zsidókat. Ezért is lökött oda pár dekával kevesebb kenyeret. Viszont azt is hallottam, hogy így maradnék ki több fölöslege a fejadagokból. És valahogyan a mérges pillantásából, meg az ügyes mozdulatából abban a percben egyszerre meg is értettem a gondolatmenete igazságát, amiért nem is lehet szívelni a zsidókat, akkor ugyanis az a kellemetlen érzése lehetne, hogy becsapja őket. Így azonban a meggyőződése szerint jár el, és egy eszme igazsága kormányozza a cselekvését. Ami már viszont beláttam, egészen más valami lehet persze. Siettem haza a péktől, mivel igen éhes voltam már, és ezért épp csak egy szóra voltam hajlandó megállni Anna Máriával, ahogy nekivágtam a lépcsőknek, ő ugyanakkor szögdítsett lefelé. A mi emeletünkön Steineréknél lakik, akikkel meg az öreg Fleischmannéknál szoktunk találkozni újabban minden este. Régebben nem igen vettünk tudomást a szomszédságról, de hát most kiderült, azonos a fajtánk, és ez megkíván egy kis esti nézetcserét a közös kilátások ügyében. Mi ketten addig másról szoktunk beszélgetni, és így tudtam meg, hogy Steinerék tulajdonképpen csak a nagybátyja meg a nénikéje. Válnak ugyanis a szülei, és minthogy ez ideig még nem tudtak egyességre jutni fölötte, azért döntöttek úgy, hogy inkább itt legyen, ahol egyikünknél sincs. Azelőtt nevelőintézetben volt, ugyanezért, mint különben régebben én is. Ő is 14 éves körülbelül. Hosszú nyaka van. A sárga csillagja alatt már mell kezd domborodni néki. Szintén a pékhez küldték. Azt is tudni kívánta, nincs-e kedvem délutánra egy kis römizéshez. Négyesben vele és a két nővérrel. Ezek meg a fölöttünk lévő emeleten laknak.
Anna Mária barátságot tart velük, de én csak futólag ismerem őket a folyosóról meg a légoltalmi pincéből. A kisebbik még csak úgy 11-12 éves formának látszik. A nagyobbik, mint Anna Máriától tudom, ő vele egyidős. Némelykor, ha épp az udvari szobánkban vagyok, szoktam is látni őt el vagy hazasietni szemben a folyosón. Párszor a kapuajban is szembe találkoztam már vele. Gondoltam, most akkor közelebbről is megismerkedhetnénk, lett volna kedvem hozzá. De ugyanabban a pillanatban apám is eszembe jutott, és mondtam a lánynak, ma nem, mivel behívták apámat. Akkor ő is mindjárt emlékezett, hogy odahaza a bácsiától hallott már apám ügyéről. Ezt az észrevételt tette. Persze. Egy kicsit hallgattunk. Aztán megkérdezte. És holnap? De én azt mondtam neki, inkább holnap után. És még ez is mindjárt hozzátettem. Talán. Amikor hazaértem, apámat és mostohanyámat már az asztalnál találtam. Mialatt a tányérommal foglalatoskodott, mostohanyám megkérdezte, éhes vagyok-e. Azt mondtam rettentően, hirtelennyiben nem gondolva egyébre, és mert hát csak ugyanígy állt a helyzet. Meg is rakta a tányéromat, de már a magáira alig vett valamit. Nem is én, hanem apám vette észre, és kérdezte tőle, miért? Valahogy úgy válaszolt, hogy jelen pillanatban a gyomra képtelen volt bármilyen ételnek is a befogadására, és akkor már magam is mindjárt láttam a hibámat. Igaz, apám helytelenítette a cselekvését. Azzal érvelt, nem szabad elhagynia magát épp most, mikor az ő erejére és kitartására van a legnagyobb szükség. Most a anyám nem válaszol, de hallottam valamit, és amikor felpillantottam, láttam ismét. Sírt. Megint igen kínos volt, igyekeztem csak a tányéromba nézni. Mégis észrevettem apám mozdulatát, amint a keze után nyúlt. Egy perc múlva azt hallottam, hogy nagy csendben vannak. És mikor vigyázva megint rájuk tekintettem, kéz a kézben ültek, és erősen nézték egymást olyan módon, mint egy férfi meg egy nő. Ezt sohasem szerettem, ez most is veszélyezett. Pedig hát alapjában egész természetes a dolog, azt hiszem. Mégse szerettem, nem tudom miért. Mindjárt könnyebb volt, amikor újra beszélgetni kezdtek. Sütő úr is megint szóba került, röviden, persze a doboz meg a másik telepünk. Hallottam, apámat megnyugtatta, hogy legalább ezeket, ahogy megjegyezte, jó kezekben tudja. Mostohanyám is osztozott vele ebben a megnyugvásban, mert futólag ismét szóba hozta a biztosítékok ügyét, olyan formában, hogy azok csak is a bizalmi szón alapulnak, és hogy nagy kérdés, vajon elegendő-e az ilyesmi. Apám vállat vont, és azt válaszolta, hogy nem csak az üzlet életben, hanem az élet többi területein sincs többé biztosíték semmire. Most a anyám egy felszakadó sóhajjal tüstént egyetértett vele, már bánta, hogy említést tett a dologról, és kérte apámat, ne beszéljen így, ne gondoljon ilyesmire. De akkor meg arra gondolt, hogy miképp lesz képes mostohanyám megbirkózni a reáháruló nagy gondokkal ilyen súlyos idők közepette, ő nélküle, egyedül. De mostohanyám azt felelte, nem lesz egyedül, hiszen itt állok mellette én. Mi ketten, így folytatta, majd vigyázunk egymásra addig, míg apám újra vissza nem tér közénk. És engem is megkérdezett, felén fordítva, kissé fél oldalt hajtva a fejét. Így lesz-e vajon? Mosolygott, de közben reszketett azért az ajka. Azt mondtam neki így. Apám is rám nézett, szelíd volt a szeme. Valahogy megkapott ez. És hogy megint tegyek érte valamit, eltoltam magam elől a tányérom. Észrevette, s kérdezte, miért tettem. Azt mondtam, nincs étvágyam. Láttam, jól esik neki. Végig simított a fejemen. És ettől az érintéstől a mai napon most először folytogatta valami az én torkomat is. De nem sírás, hanem valami émeigésféle. Szerettem volna, ha apám már nem lenne itt. Igen rossz érzés volt, de hát olyan tisztán éreztem, hogy nem gondolhattam róla semmi mást,
és egész összezavarodtam abban a percben. Mindjárt utána már tudtam volna sírni, de nem volt időm rá, mivel jöttek a vendégek. Ostoha anyám már az előbb szólt róluk, csak a legszűkebb család jön, így mondta. És apám valamilyen mozdulatára hozzátette, de hiszen el akarnak búcsúzni tőled, ez csak természetes. És már szólt is a csengő. Ostoha anyám nővére jött meg, és a mamája. Hamarosan apám szülei, nagyapám és nagyanyám is megérkeztek. Nagyanyámat sietve mindjárt a kanapéra ültettük, mert ővele az a helyzet, hogy még a nagyító lencse vastagságú szemüvegén keresztül is alig lát valamit. És legalább így mértékben süketés. De azért szeretne részt venni és segítkezni a körötte folyó eseményekben. Olyankor azután sok munka van vele. Egyfelől, mert folyton a fülébe kell kiabálni, ott hol tartanak a dolgok, másfelől viszont ügyesen megakadályozni, hogy beléjük is avatkozzon. Mert hát csak zavart támasztana a ténykedése. Most a anyám mamája kúpforma harcias kalapban érkezett karimával, elől egy toll is volt rajta keresztben. Hamarosan levette azonban, és akkor előtűnt a szép, ritkán hófehér haja, a vékony fonatú csene viszkontjával. Keskeny sárga arca van, két nagy sötét szeme. A nyakáról meg két hervad bőrlebeny fityeg, valami nagyon okos, kifinomult vadászebbhez hasonlít. Kissé folyton reszket a feje. Őrá jutott a feladat, hogy apám hátizsákját becsomagolja, mint hogy az efféle munkákat ő igen érti. Rögtön dologhoz is látott a lista szerint, amit mostoha anyám nyújtott néki át. Mostoha anyám nővérének azonban már semmi hasznát se vehettük. Sokkal idősebb mostoha anyámnál, és mintha nem is a testvére volna. Kicsi, kövérkés, és olyan az arca, mint egy csodálkozó bábúi. Rengeteget fecsegett, sírt is, és mindenkit megölelt. Én is csak nehezen szabadulhattam a lágy tapintású púderszagú melléről. Amikor leült, testének minden húsa ráomlott a kurta combjaira. És hogy a nagyapámról is szóljak, ő meg ott maradt állva a nagyanyám kanapéja mellett, s türelmes, rezzenéstelen arccal hallgatta a panaszait. Először apám miatt sírdogált, hanem ezt a gondját idővel a saját bajai kezdték felettetni véle. A fejét fájlalta, és a zúgásról és morajlásról panaszkodott, amit a vérnyomása idéz elő a fülébe. Nagyapám megszokta már, nem is válaszoltak neki. Viszont el se mozdult mellőle végig. Egyszer se hallottam megszólalni, de ahányszor arrafelé esett a pillantásom, mindig ott láttam, ugyanabban a sarokban, ami lassanként elhomályosult, ahogy a délután előre haladt. Már csak a csupász homlokára és az orrának görbületére jutott valami sárgás, tompa fény, míg a szeme gödre meg arcának alsó fele az árnyékba süppett. Csak apró szemének villogásán látszott, hogy azért minden mozgást követ a szobában, észrevétlen. Azon fölül megjött még mostoha anyámnak egy unokanővére a férjével. Ezt Vili bácsinak szólítom, mivel ez a neve. Valami könnyű hiba van a járása körül, emiatt visel az egyik lábán vastagabb talpú cipőt. Viszont ennek köszönheti azt a kiváltságát is, hogy ő neki nem kell munkatáborba mennie. Körteforma feje van, fölül széles, domború és kopasz, az orcáinál és az álla felé pedig vékonyabb. Tisztelik a véleményét a családban, mert még mielőtt még lóversenyirodát nyitott volna, újságírással is foglalkozott. Most is rögtön érdekes hírekről kívánt beszámolni, amiket bizalmas forrásból nyert és abszolút hiteleseknek nevezett. Beleült egy karosszékbe, és a rossz lábát mereven előre nyújtva, a kezét meg száraz zörejjel egymáshoz dörzsölgetve, a tudtunkra adta, hogy hamarosan gyökeres fordulat várható a helyzetünkben. Minthogy titkos tárgyalások indultak meg rólunk, a németek és a szövetséges hatalmak közt, semleges közvetítéssel. A németek ugyanis, ahogy Vili bácsi elmagyarázza, ma már maguk is felismerték reménytelen helyzetüket a fronton.
az volt a nézete, hogy mi, Budapest zsidósága, valósággal kapura jöttünk nekik abban a törekvésükben, hogy előnyüket csikoljanak ki bőrünkön a szövetségesektől. Akik persze meg is tesznek majd értünk minden telhetőt. És itt megemlített egy ő szerinte fontos tényezőt, amit még újságíró tapasztalatából ismert, ami a világ közvéleményének hívott. Úgy mondta, hogy ezt az utóbbit megrázták a velünk történő események. Az alku persze kemény, így folytatta, és épp ez a magyarázata az ellenünk való intézkedések pillanatnyi súlyosságának. Tehát ezek csupán természetes folyamányai a nagy játszmának, amelyben mi egy elképesztő arányú nemzetközi zsarolási manőver eszközei vagyunk tulajdonképpen. Mondta azonban, hogy ő, aki jól tudja azt is, ami ez alatt a színfalak mögött történik, mindezt elsősorban látványos blöffnek nézi csupán, a magasabb ár elérése érdekében, és csak egy kis türelmet kér tőlünk, amíg az események kibontakoznak. Amire apám megkérdezte tőle, vajon várható-e holnapra ez, vagy pedig tekintse a maga behívóját is csupán blöffnek, sőt, talán ez sem menjen a munkatáborba holnap. Erre kicsikét zavarba jött, azt felelte, no nem, persze nem. Mondta azonban, hogy ő egész nyugodt afelől, hogy apám hamarosan újra itthon lesz. A 12. órában vagyunk, így szólt, egyre a kezét dörzsölgetve, és még azt is hozzátette, bár olyan biztos lettem volna akármelyik tippemben, mint ebben. Akkor most nem egy sóher lennék. Még folytatni akarta, de mostohanyám meg a mamája épp végzett a hátizsákkal, és apám fölkelt a helyéről, hogy kipróbálja a súlyát. Utolsónak mostohanyám legidősebb bátyja, Lajos bácsi érkezett. Ő valami igen fontos tisztséget töltött be a családunkba, bár egész pontosan meghatározni nem tudnám milyen. Mindjárt négy szem közt kívánt beszélni apámmal. Az volt a megfigyelésem, hogy apámat idegesíti ez, és bár igen tapintatos formában, de azon van, hogy hamar végezzem vele. Akkor meg váratlanul engemet vett munkába. Azt mondta, hogy szeretne velem elbeszélgetni egy kicsit. Magával cipelt a szobának egy elhagyott sarkába, és odaállított egy szekrényhez szembe magával. Azzal kezdte, hogy mint tudom, apám holnap elhagy bennünket. Mondtam, hogy tudom. Akkor azt akarta hallani, fog-e hiányozni számomra a jelenlét? Azt válaszoltam, mielőtt kissé idegesített a kérdése, hogy természetesen. És mert ezt kevésnek találta valahogy, rögtön meg is toldottam még nagyon, amire egy ideig csak hosszasan bólogatott, panaszos arc kifejezéssel. Utána viszont pár érdekes és meglepő dolgot tudtam meg tőle. Azt például, hogy életemnek egy bizonyos korszaka, amit a gondtalan, boldog gyermekéveknek mondott, ezzel a mai szomorú nappal immáron lezáró számom. Bizonyára mondta, ilyen formában még nem is gondoltam erre. Beismertem, nem. De bizonyára így folytatta, azért mégse okoznak nekem különösebb meglepetést a szavai. Megint azt mondtam, nem. Akkor a tudomásomra hozta, hogy apám távoztával mostohanyám támasz nélkül marad, és bár a család rajtunk fogja tartani a szemét, mégis. A fő támasza néki ezentúl én leszek. Bizony, mondta, idő előtt kell majd rájönnöm arra, hogy mi a gond, és mi a lemondás. Mert hát nyilvánvaló, hogy ezentúl nem lehet majd olyan jól a soron, mint eddig. És ezt nem is kívánja titkolni előttem, mivel felnőtt módján beszél velem. Most már így szólt, te is a közös zsidósós részese vagy. Majd bővebben is kitért erre, megemlítve, hogy ez a sors évezredek óta tartó szakadatlan üldöztetés, amelyet azonban a zsidóknak belenyugvással és áldozatos türelemmel kell fogadniuk, mint hogy azt Isten mérte reájuk, a hajdani bűneik miatt sép, ezért csak őtőle várhatják a kegyelmet is. Ő viszont addig azt várja tőlünk,
hogy ebben a súlyos helyzetben mindnyájan helytálljunk azon a helyen, amelyet ő jelölt ki számunkra, erőnk és képességeink szerint. Nekem például, itt tudtam meg tőle, a családfő szerepében kell helytállanom a jövőben. És megtudakolta, érzek-e magamban erőt és felkészültséget erre. Bár nem értettem egész pontosan az idevezető gondolatmenetét, különösen amit a zsidókról, a bűnükről, meg az Istenükről mondott, mégis valahogy megfogtak a szavai. Azt mondtam, hát, igen, elégedetnek látszott, helyes mondta. Mindig is tudta, hogy értelmes fiú vagyok, aki mély érzelmekkel és komoly felelősségtudattal rendelkezem, és a sok csapás közt egy bizonyos mértékig vigaszt jelent neki, mint a szavaiból kiderült. És most ujjaival, amiket külső oldalukon szőrcsomók, a belsőn pedig könnyű nyirok lepett, az államnál fogva fölemelte az arcomat, és halk, kissé remegő hangon így szólt. Apád nagy útra kész. Imádkoztál érte. Volt a tekintetében valami szigorúság, és talán ez ébresztette föl bennem egy mulasztás kínos érzését apám iránt, mert hát magamtól erre bizony nem gondoltam volna. Most viszont, hogy fölkeltette bennem, egyszer csak tehernek kezdtem érezni, mint valami tartozást, és hogy szabaduljak ettől, megvallottam neki. Nem. Gyere velem, mondta. Az udvari szobánkba kellett átkísérnem. Itt imádkoztunk néhány vedlet használaton kívüli bútordarab körében. Lajos bácsi először is kerek, sejmes fényű kis fekete sapkát illesztett fejének, arra a hátsó pontjára, ahol tisztást képez a gyérülő szürke haja. Nekem is magammal kellett hoznom az előszobából a sapkámat. Akkor még egy fekete kötésű, piros szegélyes könyvecskét szedett elő a kabátja belsejéből, felső zsebéből meg a szemüvegét. Azután belé fogott az imádság felolvasásába, nekem pedig utána kellett mondanom a szövegből mindig annyit, amennyivel előttem járt. Először jól ment, hamarosan azonban kezdtem ebbe a munkába belefáradni, és némileg az is zavart, hogy egy szót sem értettem abból, amit Istennek mondunk. Mivel ő hozzá héberül kell fohászkodnunk, én viszont ezt a nyelvet nem ismerem. Így aztán, hogy mégis követni tudjam, egyre Lajos bácsi szájmozgására kényszerültem figyelni, úgyhogy az egészből tulajdonképpen csak ezeknek a nedvesen vonagló húsos ajkaknak a látványa, meg egy idegen nyelv értelmetlen zöreje maradt végül meg bennem, amit mi magunk mormoltunk. No, meg egy kép, amit Lajos bácsi válla fölött az ablakon keresztül láttam. A nagyobbik nővér épp akkor sietett végül a mi emeletünk fölött függő szemközti folyosón a lakásuk irányába. Azt hittem, meg is zavarodtam egy csöppet a szövegben. De hát az ima végeztével Lajos bácsi elégedetnek látszott, és olyan kifejezés volt az arcán, hogy már magam is úgy éreztem, csak ugyan intéztünk valamit apám ügyében. S valóban, ez végül is jobb volt persze, mint előbb, azzal a bizonyos terhes és követelő érzéssel. Visszatértünk az utcai szobába. Bealkonyult. A légoltalmi papírossal beragasztott ablaktáblákat rácsuktuk az odakint kéklő párás tavaszi estére. Egész beszorultunk a szobába ezzel. Már fárasztott a zsivaj. A cigaretták füstje is marni kezdte a szemem. Sokat kellett ásítanom. Mostohanyám mamája megterítette az asztalt. A vacsoránkat ő maga hozta nekünk a nagy kézitáskájában. A húst is szerzett hozzá a fekete piacról. Ezt még előbb az érkeztekor beszélte el. Apám ki is fizette akkor néki a börtárcájából. Már mindjárt a vacsoránál ültünk, amikor egyszer csak beállított még Steiner és Fleischmann bácsi. Ők is apámtól akartak elbúcsúzni. Steiner bácsi mindjárt azzal kezdte, hogy senki se zavartassa magát. Azt mondta, Steiner vagyok, tessenek csak ülve maradni.
Lábán most is a foszladozó papucs, nyitott mellénye alól elődomborodott a hasa, és a szájában is ott volt az örökös, rosszagú szivarcsonk. Nagy vörös feje van, amin furcsánat a gyermekesen elválasztott frizurája. Fleischmann bácsi egész elveszett mellette, mert ő meg apró, igen gondozott külsejű és fehér haja, szürkés színű bőre, bagolyszerű szemüvege és kissé mindig aggodalmas kifejezésű arca van. Szótlanul hajlongott Steiner bácsi oldalán, és az ujjait tördelte, mint egy mentegetőzve, szinte úgy látszott Steiner bácsi miatt. Ebben azonban nem vagyok bizonyos. A két öreg elválaszthatatlanul összetart, habár örökös köztük a vita, mert nincs oly kérdés, amelyben egyet értenének. Egymás után kezet szorítottak apámmal. Steiner bácsi a hátát is megberegette. Öreg fiúnak nevezte, és azt a régi tréfáját is elsütötte. Hát csak le a fejjel! És sose veszítsük el a csüketségünket. Mondta még, amire Fleischmann bácsi is igen bólogatott, hogy rám, meg a fiatalasszonyra, ahogy mostanyámat hívta, továbbra is gondot viselnek majd. Apró szemével pislogott. Utána hasához húzta és megölelte apámat. Mikor elmentek, minden belefulladt az étkező eszközök csörgésébe, a beszélgetés morajába, az ételek meg a vastag dohányfüst párájába. Már csak egy-egy arc vagy mozdulat összefüggéstelen töredéke jutott el hozzám, mint egy kiválva a köröttem levő ködből, kiváltképpen mostohanyám mamájának reszketeg, sárga, csontos feje, ahogy a minden tányérról gondoskodik, aztán Lajos bácsi tiltó maga elé meredő két tenyere, amit nem kír a húsból, mivel az disznóból való és tiltja a vallás. Mostohanyám nővérének pufók orcái, mozgó állkapcsa és könnyező szeme, majd váratlanul Vili bácsi csupasz koponyája emelkedett rózsaszínűen a lámpafény körébe, és hallottam újabb, bizakodó fejtegetésének a foszlányait. Továbbá emlékszem még Lajos bácsi ünnepélyes, néma csöndben fogadott szavaira, amikben Isten segítségét kérte abban a tárgyban, hogy hamarosan ismét a családi asztalnál ülhessünk, mindannyian, békében, szeretetben, egészségben. Apámat alig-alig láttam, és mostohanyámból is csak annyi jutott el hozzám, hogy igen sokat és figyelmesen törődtek vele, szinte többet, mint apámmal. Meg hogy egyszer fájt a feje, és néhányan faggatták, nem óhajt a tablettát vagy borogatást, de egyiket se kérte. Szabálytalan időközönként viszont föl kellett figyelnem nagyanyámra, hogy mennyit volt útban, hogy minduntalan vissza kellett vezetni a kanapéjához, a sok panaszára, meg a semmit se látó szemére, amit a vastag könnyektől lepett bepárásodott nagyítőüveg olyannak mutatott, mint két különös verítéket kiválasztó rovart. Aztán egy bizonyos pillanatban mindenki fölkelt az asztaltól. Akkor kezdődött el a végső búcsúzkodás. De nagyanyám és nagyapám külön, valamivel mostohanyám családja előtt távozott. És ennek az egész estének talán a legkülönösebb élménye maradt számomra nagyapámnak az egyetlen tette, amivel észrevétette magát. Mikor az éles, kicsi madár fejét egyetlen pillanatra, de egészen vadul, esztelen módon szinte apám kabátjához tapasztotta a mellén. Egész görcsbe húzott teste megvonaglott. Utána gyorsan iparkodott kifelé, nagyanyámat a könyökénél vezetve. Mindenki utat nyitott nékik. Azután többen engem is megöleltek, és szájak tapadós nyomát éreztem az arcomon. Végre hirtelen csönd lett, mivel mindnyájan elmentek. És akkor még én is búcsút vettem apámtól. Vagy inkább ő én tőlem. Nem is tudom. A
körülményekre sem emlékszem pontosan. Apám kimehetett a vendégekkel, mert egy darabig magam maradtam a vacsora roncsaival borított asztalnál. És csak arra riadtam fel, hogy apám visszatért. Egyedül volt. Tőlem kívánt elbúcsúzni. Holnap hajnalban erre már nem lesz idő, így mondta. Nagyjából ő is olyasmiket sorolt elő a felelősségemről, meg a felnőtté válásomról, amiket Lajos bácsitól hallottam már egyszer ezen a délutánon, csak Isten nélkül, és nem olyan szép szavakkal, és sokkal rövidebben. Anyámat is megemlítette, úgy vélte ő most talán megpróbál majd engem magához csábítani hazulról. Láttam, ez a gondolat igen aggasztotta. Ők ketten ugyanis sokáig tusakodtak egymással a birtoklásom ügyében, míg végül a bíróság ítélete apámnak kedvezett. Most aztán, és ezt érthetőnek is találtam, nem akarhatta elveszíteni a rám való jogát, csupán a hátrányos helyzete folytán. De nem a törvényre, hanem az én belátásomra hivatkozott, s a különbségre mostohanyám közt, aki meleg, családi otthon teremtett számomra, meg anyám közt, aki viszont elhagyott engem. Figyelni kezdtem rá, mivel előre a részletről anyámtól másként értesültem, ő szerintem meg apám volt a hibás. Ezért is kényszerült másik férjet választani magának, egy bizonyos Dini, valójában Dénes bácsit, aki különben épp a múlt héten ment el, szintén munkatáborba. De hát pontosabbat valójában soha se sikerült megtudnom, s apám most is mindjárt újra visszakanyarodott most a anyámhoz, megemlítve néki köszönetem, hogy kikerültem az internátusból, és hogy az én helyem itthon van ő mellette. Soká beszélt még róla, és most már sejtette mostohanyám, miért nincs jelen a szavainál, biztosan feszélyezték volna. Engem viszont fárasztani kezdtek némileg. És már nem is tudom, mit ígértem meg apámnak, mikor ezt kívánta tőlem. A következő percben azonban egyszerre csak a karjai közt találtam magam. A szólítása váratlanul és valahogy felkészületlenül ért a szavai után. Nem tudom, ettől eredtek-e meg a könnyeim, vagy egyszerűen csak a kimerültségtől, vagy pedig tám, mert mostohanyám legelső reggeli figyelmeztetése óta készültem rá valahogyan, hogy ebben a bizonyos pillanatban föltétlenül el kell, hogy eredjenek. De bármiért is, mégiscsak jó, hogy így történt. És úgy éreztem, apámnak is jól esett, hogy láthatta. Akkor aztán lefeküdni küldött. Igen, fáradt is voltam már. De gondoltam, mégis legalább egy szép nap emlékével bocsájthattuk a munkatáborba szegény.